bemutatjuk a Humberto Cirkus című filmsorozatot. Hála Istennek nem tört el sehol. De úgy kificamodott, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. És mennyi ideig? Miss Arabella azt szeretné tudni, meddig kell feküdnie. Igen. Ameddig fáj. És bizony 3 hétig fájni fog, ha értek a mesterségemhez. A bokával sok baj van. Lehet ebből még 2 hónap is. Holnap elutazom Budapestre. Budapestre? Igen. Úgy látom, kapóra jut neked ez a bokaficam. Ugyan, hová gondolsz, Antoinette? Egy cirkusz nem maradhat sokáig műlovarnő nélkül. Ez csak elismered, nem? A miénk nem is marad anélkül. Malina éppen most talált egy remek voltizserlányt. Hogy? Itt Szegeden? Hát egyszer véletlenül nekünk is lehet szerencsénk. Akarjátok látni? Igen. Malina, entré! Tessék! Jó napot, tiszteletem, szép jó napot. Malina. Kérem? Mi is a neve a maga műlovarnőjének? Úgy hívják, hogy Signorina Satanella. Még nem hallottam. Ott vár a manézsban. Satanella most már leveheti a parókáját. Na tessék, hát ez mit szól? Remek, én szerződtetném. Na, lássunk egy szép meghajlást. Fiait, akik a korszokása Uraim, kész vagyok fogadni egy százasba, hogy már rég ne vártatlan. Fúj, disznó! Bravo, bravo! Remek volt! Malina, én mondom, ez kapitális ötlet volt. Olyan ötlet, ami 2 aranyat ér. Na, köszönöm. Is. Itt van. Na. Ez csak 1 arany, signore. Na is, de az ötlet 2 aranyat ért. És ha valaki virágcsokrot dob neked a manésba? Petrő. Úgy, mint tegnap. Visszadobod és kész. Na nem, Malina, ami túlzás, az túlzás. Madam, ezek a fiatal tisztecskék szeretik a buja és gömbölydett formákat. Akkor gondoljon inkább az öregebbekre. Hm? Igaz is, a fiatal palacsicsi valami ulánus hadnagy rendezvút kért, levélben. Elmenjek a légyotra. Álmában se jusson eszébe, vigyáznia kell a jó hírére. Az ilyen könnyelműségnek következményei lehetnek.
Herr officer, ide nem szabad bejönni, kérem tisztelettel, nem szabad! Signorina Satanella!